Vendégünk Pinkóczi Diana, Mancsa Kézben Egyesület elnöke, Kiskíra mentőkutyavezető és Ego a kutyus. Jó reggelt, hát de bocsánat, mondom, de örülök, hogy nem találkoztunk még eddig éles helyzetben, az túl sok jót nem jelent, de most nagyon örülök, hogy tudunk erről beszélgetni, nagyon fontos téma, és szeretem a kutyánkat is. Ego, milyen egy mentőcsapat élete? A hétköznapok. Egy mentőcsapat élete nagyon-nagyon változatos, és különböző feladatoknak kell megfelelni, mind a kutyáknak, mind a kutyavezetőknek egyaránt, egy folyamatos tanulás és gyakorlás, felkészülés az életünk. Most valamit Ego kiszúrt itt a stúdióban. Reméljük semmi gyanúsat, nem készültünk semmilyennel, nincs nálam semmi. De ilyenkor lehet sejteni, hogy mi az, amire ennyire figyel? Valószínűleg megmozdult valami, vagy... És labdának nézi esetleg. Ja, aha. Ő milyen típusú kutya? Egy belga juhász. Belga juhász. Mindegyik kutya alkalmas mentő kutyának, vagy nyilván ez egy mesetek arról is, hogy ez milyen tanulási folyamat, milyen hosszú idő, de hogy bármely kutyából lehet mentő kutya, vagy ez egy nagyon tudatos kiválasztás eredménye? Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a gazda szorgalmától és kitartásától függ, hogy egy kutyát mentő kutyának lehessen képezni, de alapvetően szeretünk tudatosan, célirányosan tenyésztőtől választani kiskutyát, hogy 8-10 hetes korban ugye már hozzánk kerüljenek, és megkezdődjön a képzés. Egónak milyen nagy mentései voltak így a karrierje során? Ego 5 éve van a csapatba, Királyhoz egy évvel ezelőtt, pont körülbelül most egy évvel ezelőtt került. Ők még egy friss páros, most csiszolódnak össze, de az első megmérettetéseken, vizsgánkon, világbajnoksági szereplésen már túl vannak, úgyhogy a nagy feladatok most jönnek, most várnak még rájuk. És Kira, itt is fontos, hogy meglegyen a kémia? Köztetek? És ez mind múlik? Én azt múlik? Gondolom, hogy igen. Hogy mi múlik, azt így nem... Én amikor megláttam az Egót, akkor tényleg nagyon jó volt vele minden, és aztán amikor hozzám került, akkor így nem is akartam már visszaadni a tenyésztőjének, és akkor így, ahogy elkezdtem vele dolgozni, élveztem az egészet, és igazából ennyi az, hogy... És akkor, mert ugye most mi egyszerre beszélünk, és majd mindjárt is belemegyünk a kötéltechnikai mentőversenyekről, meg az éles bevetésekről. Ott ő milyen típusú feladatoknál, milyen típusú mentésnél a legjobb? Alapvetően itthon a területkutatása a legjellemzőbb, ahol szükség van ránk, erdőben eltűnik valaki. Külföldön, ugye földrengésnél van szükség a keresőkutyánknak a munkájára. Mi erre készülünk föl. A mentőkutyák egy speciális is része a keresőkutató munkának, ugyanúgy, ahogy a kötéltechnikai mentés is, és így jött nálunk ez a kapcsolódás, hogy együtt ezt a két dolgot meg tudjuk valósítani. És hogyan néz ki a gyakorlatban egy ilyen mentés? Tehát mondjuk bejelentik, hogy valaki eltűnt, vagy bármilyen eset felmerül, akkor mi történik először a mentőkutya és a gazdia között? Hogyha eljutott hozzánk a riasztás, akkor utána ugye mindenki civil nálunk dolgozik, iskolába jár, először hazamegy a kutyáért, a felszerelésért, és utána indulunk útnak a helyszínre, ahol segítség kell. Akkor van egy ilyen forró drót, amin értesültök arról, hogy valami akció van, és akkor egyből indultak. Így van, tehát ez a riasztás érkezhet hivatalos szervektől, más mentőcsapatoktól, magánszemélyektől, és talán a lehető legrövidebb úton, módon értesítjük egymást, hogy a lehető legnagyobb erővel tudjunk valakinek segíteni, ha szükség van rá. De itt ugye nyilván olvastam, több idős ember eltűnésében segítenek a mentőkutyák, és ott nyilván az idő, különösen, hogyha mondjuk hideg időjárás van, fontos tényező, hogy nagyon gyorsan ott legyetek a terepen, de ezt de munka mellett hogy lehet megoldani? Kicsákkolok, azt mondom a főnöknek, hogy most jön a második életem. Igen, tehát nagyon sokan vállalkozók közülünk, akik saját magának hozták be az idejüket, illetve vagy van egy olyan főnök, aki támogatja ezt a dolgot, és adott esetben időről időre elengedi a kollégákat, hogy ennek a szenvedélynek tudjanak hódolni. Most lesz a napokban a kötéltechnikai mentőverseny. Ez hogyan kell elképzelni? Ez most nemzetközi szintre lépett, vagy talán már eddig is voltak nemzetközi más országokból indulók. Mi itt a fő feladat? Ez most 3 napos lesz.
Milyen versenyszámok vannak ebben, hogy kell elképzelni? Igen, csütörtökön kezdődik a nulladik nappal, és péntek szombat lesz maga a verseny. Budapesti helyszínek lesznek, szép látványos helyszínek, illetve kicsikét inkább szakmai helyszínek. Nem titok, most már elárulhatjuk, hogy az atlétikai stadion lesz az egyik helyszínünk, a Budai Várban, a Mátyás templom, és plusz még egy másik helyszín, Libegő, Hármas Határhegy, és a Városligetben a Vajdahunyadvára. Hú, azért a tavalyi helyszín sem volt semmi. És a tavalyi helyszínről az óriás kerék a város szívében. Igen. Ez most ugye ez egy verseny, de most ugye váltottunk is. Éles helyzetben mi volt számotokra mondjuk az elmúlt időszak technikailag legkülönlegesebb mentése helyszíne? Én azt tudom, az jutott most így rögtön eszembe, ami minket nem érintett, de a csapat más tagjait, illetve társ baráti szervezeteket igen, a barlangi mentőknek a törökországi mentése, illetve mi vonatkozásunkban pedig a törökországi földrengés tavaly februárban, ami szükség volt kutyára is, szükség volt kötéltechnikára is, és így együtt dolgoznak a csapatok azért, hogy valakinek meg lehessen menteni az életét. Uh-huh. És hogyan lehet kiképezni egy kutyát, hogy jelezzen? Tehát, hogy hol lehet eljutni arra a szintre, hogy egy kutya akkor kiszagolja az embert, és jelezzen, hogyha sebesült, hogyha már rossz helyzetben van, akkor ez hogyan működik nálatok? Ők ezt egy játéknak élik meg. Labdájukat keresik, játékot keresnek, élelemért dolgoznak, tehát mindig igyekszünk őket pozitívan motiválni, azért, hogy ezt a viselkedést nekünk mutassák, és meg tudják mutatni egy romok alatt rekedt embernek a pontos helyét. Esetleg azt is tudja, vagy te tudod olvasni az ő jelzéseit arról, hogy élő ember talált meg, vagy esetleg már csak egy holttestet talált meg, vagy súlyosan beteg ember talált meg, akiről érzi, hogy nagyon gyorsan ki kell menteni? Igen, igazából mi élő emberek után keresünk, tehát az nagyon ritkán tapasztalják a kutyák, hogy nem, már nem él. Egyébként ők ugatással jelzik azt, hogyha találtak valakit. Az Ego még olyan élesbevetésen nem volt, ahol találtunk volna bárkit, de tréningeken abszolút ez igen. De mennyire veszélyes ez egyébként, mikor ti kimentek egy ilyen helyszínre, akár Törökországról beszélünk, akár a földrengésről? Elsődleges mindig a csapattagjainak a biztonsága, tehát nem sodorhatjuk magunkat pluszba, még veszélybe, és akkor mi is mentésre fogunk szorulni. Megfontoltan, lassan, nyugodtan és higgadtan kell ezeket a feladatokat végrehajtani, és úgy, hogy vigyázzunk egymásra, egymás csapattagjára, akik a mentésben részt vannak és együtt dolgoznak. Nem veszélytelen, de szerencsére nem szokott baleset lenni. És egy kutya például a kiképzés során azt is megtanulja, hogy mik azok a helyek, nem tudom, egy összeomlott ház, földrengés, ahová már nem mászhat be, mert az számára veszélyes, ezt is tudhatja ő? Alapvetően egy összedőlt épületnél minden veszélyes, minden mozog, továbbomolhat, utórengés fordulhat elő. Nagyon-nagyon jó a mozgás koordinációjuk, az egyensúly érzékük, ügyesen szokták ezeket a feladatokat megoldani, nem szokott ebből gond lenni. Hogyan tudjuk támogatni a Mancsa Kézben Egyesületet? Bármilyen egyesületet, ugyanúgy, mint a mi egyesületünket, és az adó az 1% felajánlásával, és külön egyéni adományokkal a bankszámla számon keresztül. A Mancsnak akkor ő a karrierje elején jár ezek szerint, de meddig tart egy mentőkutya karrier? Hány éves korig, hány bevetés? Ez teljesen változó. Mindegyik kutyának az egészségügyi és egyéb állapotaihoz mérten úgynevezett lenyugdíjazduk őket. Nekem például van egy idősebb kutyám, neki most volt porckorong sérműtétje, és ő már 9 évesen nyugdíjazva lett, úgyhogy ez teljesen változó, de van, akik 10-11 éves korukig dolgoznak. Menet közben szerintem megfejtettük, hogy igen, a mozgó Jimmy nézi. Kamerát nézi a labdának, úgyhogy lett egy új játékszer. Kíretem, mit csinálsz ezzel a kutyával, hogy ilyen fegyelmezett? Ego nagyon-nagyon szépen ül, és nagyon szépen figyel mindenre, nem ugat, nem rendetlenkedik. Igen, alapvetően ő ilyen, nagyon aranyos, meg nyugodt, ilyen helyzetekben szerencsére. Sok munkájuk van benne. Igen, de hogy azért, mikor munka van, meg ilyesmi, akkor elég. És neki is kell olyan, hogy akkor pihenés, szabad nap, szabad játék? Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az embereknek kell egy szabad idő, meg kikapcsolás, és ez nála hogy működik?
Igazából már az kikapcsolódás nekik, hogy nem elmegyünk tréningezni, hanem csak kiviszem egy rétre és labdát dobálok neki. Azért a napi mozgatás az mindig megvan, de ez már egy pihenőnapnak számít, hogy csak egy rétre kiviszem labdázni. Első érőadása? Megvonnak? Igen. Látok, ez is túl van. És mennyi tréning, vagy mennyi időt foglalkozol vele naponta? Tehát ez nagyon intenzív, nagyon hosszú folyamat, és napi szinten mennyit veszel mondjuk a te idődből? Hát ez is abszolút változó, nyilván iskola mellett teljesen más, mint például most nyáron. Nyáron nyilván, amikor csak tudok, vele vagyok, de iskola mellett nyilván csak délutánonként tréning, vagy épp pihenőnap, és akkor otthon vagyunk. Diana, Kira és Egó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.